A Mindenki Akadémiája színpadán Gulyás László történész. Amikor tíz éves voltam, eldöntöttem, hogy történész leszek. Most 50 éves vagyok, jelentem sikerült, történészként dolgozom. Más László éppen hazafelé tart a szegedi egyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkaráról, ahol jelenleg tanít. Emellett a Kaposvári Egyetem és a Kodolányi János Főiskola címzetes egyetemi tanára. A történelem a legfőbb szenvedélye. Már gyermekkorában magával ragadta. Ötödik osztályban, amikor az első törtem órát megtartották, én kijöttem és azt mondtam, hogy történész leszek. Nagyon sok történet olvastam, és ez a mai napig is megmaradt. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy ugyanazt csinálom, mint elsős koromban, írok és olvasok, csak egy picit magasabb szinten, legalábbis remélem. Munkája mellett azonban igyekszik a lehető legtöbb időt a gyermekeivel tölteni. Amikor csak teheti, focizik vagy kosárlabdázik, 11 éves kisfiával, Lacival. Nincsen egy a sütőport eddig. Ott a sütőport. És akkor önts bele. Lányaival, Rékával és Kincsővel pedig például minden vasárnap süteményt süt. A professzor hódmezővásárhelyről származik, és az érettségi után költözött Szegedre, amikor az egyetem történelem földrajzszakán megkezdte tanulmányait. Feleségével, Turcsányi Enikővel a kollégium tanulószobájában éppen 31 éve ismerkedett meg. Akkor kinek adja? Négy nagy szerete van az életemnek, ugye az első történészi munka, a második az életemre bejárok és előadásokat tartok a hallgatóknak, a harmadik a családdal töltött idő, illetve hogy vannak a logisztikai feladatok, amikor a három gyereket öt különböző edzésre hurcigálom minden délután. A történész öt danos tékvándómester, nyert magyar bajnokságot, de edzőként, bíróként és elnökként is tevékenykedett. Ahogy fogalmaz, ez a szerelem a mai napig tart, bár tért sérülése miatt ritkábban és kisebb intenzitással állod a zsákhoz. Áttért a szelídebb súlyzózásra. A tékvandó azért szerintem egy becsövetes sportág, az egy full kontakt harcművészet, tehát teljes erőben oda kell ütni, oda kell rúgni, és itt nem lehet megmagyarázni, hogy mi történt. Az élet azon egyik kevés szerette, ahol ténylegesen a valós teljesítmény mentén történik a embernek a megmilletetése. Gulyás László valódi szervezőnek vallja magát. Képesek nulláról valamit megteremteni, és néha olyasmiket szoktam megteremteni, mert azt pedig, hogy nem is lehet megcsinálni, én pedig megcsinálom. Ez le lehet tékvandó, lehet tudomány, lehet család, bármit képes vagyok megszervezni. Véleményem szerint a Tijanai békediktátum a magyar történet egyik ledobt tragédiája. Előadásomban azt szokom elmondani, milyen események vezettek ehhez. Ez a könyv a Magyar Béke Delegáció anyaga, három kötetben. Ezekben vannak benne azok a memorandumok, amit a Magyar Delegáció versailles benyújtott. Mutatja Gulyás László nyári konyhából átalakított dolgozó birodalmában, ahol 6000 kötet sorakozik a polcokon szakdolgozatát Edward Benesről írta, és immár 30 éve kutatja Trianon és a Horti korszak időszakát. Nagyon érdekes azt föltárni, hogy ez a problémakör hogyan született, illetve a Trianon problémakörből még mai napig milyen problémáink vannak. Gyors példát mondok, Szegedről vonattal egyszerűbb elutazni úgy Pécs, hogy fölmegyek Budapestre és Budapestről Pécsre, az csak három óra hossza, és nagyon kevesen tudják, hogy ennek Trianon az oka, ugyanis a Pécs-Szeged közvetlen összekötetést, ami Szabadkán Eztül egyszerűen levágták Magyarországról. A professzor emellett menedzsmenttel és stratégiai tervezéssel is foglalkozik. Az egyetem után néhány évvel ugyanis az akkori Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán kezdett el tanítani. Ott azért történészként nem nagyon lehetett volna karriert csinálni, és így először közgazdász lettem, írtam egy közgazdász diszertációt, és a dékán úrnak eleget tettem a kívánságnak akkor hobbiból írtam egy történész példi diszertációt, tehát azon kevés ember közé tartozom Magyarországon, akik kettő darab diszertációja van két különböző Közgazdaságtani diszertációjában a felvidék és a vajdaság sorsát vizsgálta az osztrák-magyar monarchiától napjainkig, és ezek az úgynevezett regionális kutatások jelentik tudományos életének harmadik nagy szakterületét. Én történészként térképekkel is dolgozom. Ez a híres telekik térkép 1920-ból, vörös térkép a neve. Ám Gulyás László számára mindig is a történelem maradt a legfontosabb. Ezt tekinti hivatásának. Számos tanulmányt és kötetet publikált a XX. század első felének magyar történelméről, köztük Trianonról. Számomra a Tianon egy olyan téma, amely menten történészé váltam. Az ember megtanul forrást olvasni, megtanul levéltározni, és megtanulja összerakni mozai darabokból a történetet. Amikor még az ember kicsi, akkor azt gondolja, hogy a világ az fekete, meg fehér, és a történet tudomány, hogy mutatja, nagyon sokszor nem fekete és nem fehér, hanem van egy szürke zóna, való középen, és abban az igazság. A színpadon Gulyás László történész, és témája a trianoni békediktátum rövid története. A szúdoklattan atya Arisztotelész az előadók számára az előadás elkezdésével kapcsolatban két dolgot szokott javasolni. Az első, hogy kell egy jó ütős cím, a másik pedig, hogy el kell nyerni a közönség júnyulatát. Akkor kezdjük ezt a játékot el. Nézzük meg az ütős címet. A legtöbb történész 10 9 ennek a mai előadásnak azt a címet adta volna, hogy a trianoni békeszerződés története, de én direkt egy keményebb címet adtam, a trianoni békediktátum története. Ez ugye arról szól ez a, tör, ez a ö, címadás, hogy kétfajta béke van, egy megegyezéses béke, mik a győztes és a vesztes összeül, és megállapodnak abban, hogy a háború végén mi történjék. Ez egy megegyezéses béke. Ezzel szemben van a diktátum, mik a győző elmondja a vesztesnek, hogy ő mit akar, és a vesztesnek, mint amerikai filmekben, jogában áll hallgatni. Na most velünk is ez történt Tianonban, úgyhogy azért adtam ezt a címet ennek a diának. Akkor kezdjük el a történetet, ugye a második szabály arrasztatelésztől, nyerjük el a közönség jó indulatát. Ezt általában úgy szokták csinálni a előadók, hogy valamifajta fajta viccet mesélnek el, mert a közönséget jó kedve derítik, és akkor már szimpatikusak vagyunk. Na, ez úgy néz ki, hogy akkor én nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy Cionon a kapcsolatban milyen értelmes viccet lehetne elmondani. Gondolkoztam, gondolkoztam, és úgy találtam egy ilyen viccet, bár kicsit szomorú és keserny is. Ez Szent Péterről és a munkácsi emberről szól. Munkácsember ember betölti a 80 évet, meghal, és fölkerül Szent Péter szék el, és azt mondja ki Szent Péter, hát fiam, mondd el, hogy mit csináltál te életedben, és majd eldöntöm, hogy Mennyország vagy pokol. Öreg azt mondja, hát egyszerű életem volt, Ferenc József monarhiában voltam, cipészsegéd. segéd. Utána Maszarik Cseszlovák köztársaságában egy nagy-nagy cipőgyárban dolgoztam. Aztán hirtelen Horti Miklós katonája lettem, utána Szovjetunióban dolgoztam egy TSZ-ben, és végül most az ukrán állam nyugdíjasaként érdekeltem. Erre ránéz Szentpéter, összevonja a szemöldökét, és azt mondja, hely fiam, de kandos etet éltél te. milyen sok helyen jártál, milyen sokat dolgoztál. Erre munkácsi ember ránéz, és azt mondja, én -e? egész életemben ki se mozdultam munkácsról. Ugye? Tehát ez a, most kell nevetni, aki nem tudná. Ugye, de ez a kicsit szomorkás vicc ugye azt mutatja, hogy mi történt a magyarság egyharmad részével az elmúlt 90-100 évben. Határok jöttek, mentek, miközben nem változtak. A mai adásban azt fogjuk megnézni, hogy ez az esemény sor hogyan is történt. Ha ránézünk a térképre, akkor köztes Európát látjuk 1910-ben. Ez a térség az én felfogásomban a Balti tengertől tehát az égei tengerig, és ha a térképen nézzük, akkor ez a négy nagy birodalom van, a német birodalom, a cári Oroszország, az osztrák-magyar monarchia, illetve az ozmán birodalom. És ha másik térképet nézzük, az a szép színes térképet, ahol egy-egy nemzet egy-egy színnel van jelölve, akkor azt láthatjuk, hogy élnek itt magyarok, osztrákok, románok, szerbek, horvátok, és még hosszasan lehetne sorolni azt a 10 vagy 12 nemzetet, aki itt élt ezen állam keretei között, és hogy rajta van még az uralkodó is, Ferenc József, aki hihetetlenül hosszú ideig 68 éven keresztül uralkodott 50 millió alattvalója felett. Ha megint a térképet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ennek az osztrák-magyar monarchiának az egyik fele a magyar királyság volt, és szintén látjuk a térképről, megint színeket hívunk segítségül, hogy a magyar királyság határain belül éltek magyarok, románok, szerbek és így tovább. És hogyha ugrunk egyet a képekkel, a kördiagramon azt is láthatjuk, hogy a barna színnel van a magyarság jelölve, hogy bizony-bizony Szent István Magyarországán a magyarok száma körülbelül csak 50% volt, és mindenfajta egyéb nép és nemzet ért velünk együtt, és most térjünk vissza a zábra másik oldalára, ahol viszont az 1920-as állapotot látjuk, a köztes Európa 1920. évi állapotát, ahol azt látjuk, egy, hogy hova tűnt a monarchia? hogy amikor az előadást elkezdtük, még volt osztrák magyar monarchia, most pedig nincsen osztrák magyar monarchia, de a következő dián a választ is láthatjuk. A történészek némi patetikussággal azt szokták mondani, hogy négy év vasban és vérben, ezzel szoktunk arra utalni, hogy volt itt egy világháború, amelyben az osztrák magyar monarchia részt vett, és ennek volt egy lezárása 1918. november 3, délután két óra, a padovai fegyverszünet, amikor az osz, ugye Padova, mint ugye olasz kisváros, ahol egy olasz kisvárosban megkötötték a fegyverszünetet az osztrák magyar Monarchia és az Antant között. Pontosabban mindenki azt gondolt, hogy ez fegyverszünet, de közben Budapesten fontos dolgok történtek. Nézzük ezt meg, ugye Károly Mihály, látjuk a képen, illetve az őszi forradalmat, és 1918-ban Károly Mihály miniszterelnök lesz, és megpróbál az Antantal a maga módján békét csinálni, és igazából a történetben van még egy nagyon furcsa figura, Károlyi hadügyminisztere, a Linder Béla, aki hadügyminiszteri pályáját elég furcsa módon kezdte, némi alkoholos befolyásoltság alatt az alábbi mondatot mondta, nem akarok többé katonát látni. Úgy ez egy borzasztóan furcsa mondat egy katona szájából, de ő ezt komolyan gondolta, még hogyha részeg is volt. A szituáció, hogy arról szól, látszik a vonatok, hogy a fegyverszünet után jönnek haza a katonák a monarhiába, a csehek Csehországba, a horvátok Horvátországba, és így tovább, és ezeket a katonákat a saját országuk, a horvátok vagy a Csehország gyorsan hadseregé szervezi a későbbi küzdelem érdekében. Ehhez képest Magyarország és Károly egy óriási hibát követ el. a nyugati pályaudvarra befutó vonatokban a katonákat leszerelik, haza küldik, fiúk szép volt, mertek hazaföldet földet művelni. Tehát miközben a csehek, a románok, a szerbek, a horvátok készülnek ellenünk, a magyar hadügyminiszter jóvoltából a magyar katonasság kvázi megszűnik létezni 18 őszén. És mindez arra kényszeríti Károlyit, hogy megkösse a Belgrádi Katonai Konvenciót 1918. november 13-án, elutazik Belgrádba, és az aktuális francia tábornokkal ezt a szerződést, ezt a konvenciót aláírja. Itt megint a térkép lesz majd rendkívül fontos. Ha a térképe ránézünk, és az lenti déli vonalat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy olyan fontos magyar városok, mint Baja és Pécs, szerb alá kerülnek. Ha a térképnek a keleti részét nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy a románok bent vannak Erdélyben. Pontosan a román hadsereg bent van Erdélyben, és emiatt egy óriási vita van a történészek között, hogy meg kellett kötni ezt a konvenciót, vagy nem kellett megkötni ezt a konvenciót. A történészek egy része azt mondja, hogy minden férfiak meg, meg kellett kötni a konvenciót, mert a román, a szerb és nem tudom milyen hadsereg bemasírozik Budapestre. A történészek másik része, aki az én is tartozom, azt mondja, hogy nagyon súlyos hiba volt megkötni ezt a konvenciót, hiszen ezzel az ország testén belülre engedtük a szerbeket, románokat, ráadásul Erdély esetében a Kárpátok jól védhető bércein belül engedtük a románokat, hogy nagyon súlyos hiba volt, és a károit ezért súlyos felelősség terheli. És eddig beszéltünk ugye, az országnak a déli és a keleti határairól, de beszélnünk kell az északi ö, részről is, ugyanis ö, azt a kérdést felteltjük, hogy hol is van Szlovákia. Ez az úriember a képen Edvard Benes, aki éppen Párizsban ö, a győztesek oldalán sertepertél, és próbálja megcsinálni a soha nem volt államot, Csehszlovákiát és ha például Csehszlovákiának lenni kell a Szlovákia részének, és akkor lenni kell szlovák-magyar határnak is. De hát sose volt szlovák-magyar határ Szent István 1918-ig, ezért csinálni kell egyet, és Benes rábeszéli a francia szövetségesét, hogy csináljanak egyet, és meghúzzák ezt a határt egyelőre Idénesen Párizsban, és ezt a magyarokkal közlik. Ez az első VIX-jegyzék 1918. decemberében. És hogyha tovább megyünk, hogy ugye közben Budapesten is történnek dolgok, egy Hodzsa nevű szlovák politikus és egy Barta nevű magyar hadügyminiszter szintén meghúznak egy vonalat, ez a Hodzsa Barta vonal, csak a probléma az, hogy a Hodzsa Barta vonal nem esik egybe a benesféle végszerzékben rögzített vonallal. Ha ránéznek a térkép és az északi részt nézik, akkor azt láthatják, hogy a Hodzsa Barta vonal az fönt van északon, a visszjegyzék pedig lent van délen, nyilvánvaló, hogy a magyar fél számára az a vonal felelt volna meg, amelyik fönt van északon, mert a szlovák-magyar nyelvhatár mentén húzódik ö, a vonal, és az is nyilvánvaló, hogy mivel Benes ott van Párizsban, a magyarság számára rosszabbik vonalat fogadják el, és emögé kell a magyar hadseregnek visszavonulnia. Tehát, hogyha összegzünk röviden, akkor délen, keleten és északon súlyos problémáink vannak. Eközben ugye Párizsban tovább folynak az események, és 1919. januárjában összeül a békekonferencia, mindenki ismeri, a négy nagy ott van, és elkezdik a magyar határokról tárgyalni. Nagyon fontos ez az idézet, ez korabeli jugoszláv politikustól származik, a csehszlovák, a román, és a jugoszláv delegáció előtt álló feladat mindenek előtt annak védelme volt, amit már megszereztek. Mit jelent az? Megint nézzünk a térképre. Ez a szép színes térképen a középső piros rész az, ami magyar fehatóság alatt maradt, és az összes többi szín pedig az azt mutatja, hogy a szerbek, a románok és a csehszlovák barátaink mit foglaltak el Magyarországból. Tehát ezért van ez a mondat, hogy amit akartak, már elfoglaltak, igazából ez csak jogilag kellett egy béke diktátummal legalizálni. Nézzük meg, ez legalizálás hogyan történt. 19. februárjától júniusáig az urak tárgyalnak, a négy nagy tárgyal, illetve vannak különböző bizottságok, ezeket úgy szoktuk hívni, hogy határ megalapító bizottság, és bizony-bizony 19 Ö, júniusára a magyar határok, a ma is általunk ismert Tiranyi határok meg vannak húzva, csak sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna. Ö, a, ti, a plakáton lévő úri ember, ez Wilson, egy amerikai elnök, akinek voltak elvei és a, ezt 14 pontban foglalta össze, ezek közül a legfontosabb a tízes pont volt, amely a népeknek az önrendelkezéséről szólt. Ez nagyjából azt mondja, hogy minden nemzetnek jogában áll élni azon államkeretei között, ahol szeretne. És ezt a szabályt a Kárpát-medencében alkalmazták a szerbekre, a románokra, a horvátokra, a csehszlovákokra, csak minket, magyarokat fejtettek erről megkérdezni, Úgyhogy a vízoni elvek ránk nem voltak érvényesek, ezért a magyar határok megállításánál katonai, stratégiai, gazdasági, vízrajzi, földrajzi mindenféle érveket alkalmaztak, természetesen mindig úgy, hogy ez a magyarság számára ö, rosszabb legyen, mindig a másik oldalnak ö, kedveztek. És akkor egy percet térjünk vissza az előadás címére, és akkor picikét akkor most emlékezzünk. Ugye a Békek Konferencia 1919. januárjában ült össze. A határokat meghúzták, eldöntötték, és 1919. decemberében, tehát 10 hónappal később hívták meg a magyar delegációt. Tehát az a mondat, hogy rólunk, de nélkülünk, ebben az esetben borzasztóan igaz. Ezen a képen azt látjuk, hogy a 5-én Apony és a magyar békedelegáció megérkeznek Párizsban, és azzal szembesülnek, hogy bizony-bizony az békediktátum, mert megkapják, hogy a határok így néznek ki, a, az Antant urai annyira kegyesek velünk szemben, hogy kapunk egy lehetőséget, hogy Aponyi elmondhassa, hogy szerinte ezek a határok milyenek is. Ez Aponyi híres beszéde, ez a híres háromnyelvű beszéd, ahol Aponyi franciául, angolul és olaszul mondja el a beszédét, és mindez három oroszán keresztül tart ez a történet, és ennek a beszédnek van egy nagyon fontos eleme, hogy több magyar ember szobában, a térképen vagy a falon rajta van, ugye ez a híres vörös térkép, Teleki Pál a későbbi miniszterelnök, aki földrajztudós, egy nagyon furmányos dolgot talált ki, azt gondoltak, hogy a néprajzi határokat színekkel kell ábrázolni, a magyaroknak adta a vörös szint, és a többiek kaptak már színeket, és ugye a térképből rögtön kidobódik az, hogy magyarok a Kárpát-medencében hol is élnek valójában. Ugye ez logikusan következik ebből, hogy ez azt is kidobná, hogy hol kéne húzódni Magyarország határainak. Sajnos rossz hírem van, a, bár a vörös térképet az antanturai megnézték, de ez különösképpen nem volt rájuk hatással, és ennek következtében Magyarországnak fogcsikorgatva, de 1920. június 4-én alá kellett írni a Trianoni békediktátumot, és innentől kezdve a töni határok életbe léptek. Na most akkor Próbáljunk valamifajta összegzést adni, pontosabban inkább próbáljuk azt megnézni, hogy ez konkrétan mit is jelent Magyarország a magyar nemzet szempontjából. Három dolgot szeretnék elmondani. Az első dolog ugye az, hogy a az ország területe 282 ezer négyzetkilométerről 93 négyzetkilométerre csökkent. Ha elvégzünk egy gyors fejszámolást, akkor látjuk, hogy az ország két kétharmad részét ö, csatolták el tőlünk, ez meg megdöbbentő. Tessék nézni az ábrán, azt a piros narancsága ábrát tessék nézni, egy korabeli magyar politikus térképen ábrázolta a Franciaországot, Angliát, az usa ö, és Németországot, hogy mit történt volna velük, ha Magyarországhoz hasonlóan az országnak a két az elvették volna, azok a sárga pöttyök azok, amik a maradék Németország vagy Magyarék maradék jelentették volna. Tehát mindenféleképpen ez egy nagyon szörnyű száma, 282 ezerből 93 ezer négyzetkilométer. Nézzük a második konkrét számokat a Szent Isvani Magyarország lélekszáma 18,2 millió fő volt, ebből a számból ugye lett 7,6 millió fő, szintén végzünk egy gyors fejszámítást, akkor itt is mondhatjuk azt, hogy az ország lakossága kétharmad résszel Ö, csökkent, és ugye még tovább tartjuk a történelmi órát, a matematika órát, akkor azt is ugye látjuk, hogyha kivonjuk a 18,2-ből a 7,6-ot, akkor valójában ugye 10,6 marad. Tehát gyakorlatilag Magyarországról 10,6 millió állampolgár csatoltak el, ami még nem is volna annyira szörnyű, mert voltak románok, szerbek és akárki, tehát boldogok a saját hazékban a vízani ervek érvényesüljenek, de ami nagyon-nagyon durva ebben a történetben, hogy ebből a 10,6 millió állampolgárból 3,2 millió magyar volt. Ugye ezt nagyon nehéz elképzelni, ezt a számot, egy elvont számokról beszélünk most, de arra tessék ebben az esetben gondolni. Úgyhogy ha a teremben most ezt a nézőközönséggel eljátszanánk, akkor minden harmadik embert fölállítanék, majd arra kérném őket, hogy az a minden ember, menjen ki a teremből, ők a kisebbségi magyarok. Tehát az hogy egy eléggé szörnyű szelekció történik a közönség soraiban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú szám, amit itt átveszünk. És akkor. Ha még a számokat nem mondják, ha a számokat nézzük, akkor nézzük meg a 3,2 millió magyarnak a szétoszlását. Ez alapvetően négy állam között oszlott szét. A legtöbb kisebbségi magyar Romániához került, 1,6 millió fő. Ők a mai is meglévő romániai magyar kisebbség ősei, ugye főleg a székelyföldön élnek a mai napig. Egy millió magyar került a csehszlovák állam között, ez főleg a, ezek része még ma is ott él, sajnos, a, a szlovák-magyar határ mentén hosszan elhúzódva, talán a leghíresebb rész a Csallóköz nevű rész, Félmillió magyar került a Jugoszláv államhoz, ez a Dvidéknek nevezett terület, illetve egy magyar került még Ausztriához. Azt, hogy 50 ezer magyar került Olaszországhoz, meg 32 ezer magyar került Lengyelországhoz, az csak egy mellékes szám, bár a mi szempontunkból ők biztos nem így élték meg, de nyilvánvaló, hogy ha az előadásnak a vége felé járunk, akkor ki kell mondani, hogy Trianon tényleg a magyar történet hatalmas tragédiája, az ország kétharmad részét elcsatolták, a magyar nemzet egyharmad része külföldi állam uralm került, és ez egy olyan konfliktus forrás került be a Kárpát-medencébe, amelynek a, a hatását, amelynek a, a problémát a mai napig. Ö, mai napig kell viselnünk, nekünk anyaországon belül, mi még jobban jártunk, illetve a kisebb sor került majd pedig az anyországon kívül. Úgyhogy azt gondolom, hogy a horti korszakban eh, volt egy nagyon frappáns mondat, ami az egésznek az elfogadhatatlanságát kifejezte ebben a történetben. Ezt szeretném az előadásnak a zárásaképpen idézni, nem leszek hosszú, mindössze három szó, nem, nem, soha. Úgyhogy azt gondolom, ez, a, ez mindenki az adás végén érti, hogy miért ezt a három szót választottam az előadás zárása a képen, és köszönöm szépen figyelmüket. Mindenki akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.